A fiunk Mátyás Balázs 1996. augusztus 24-én született, Újpesten töltötte a gyerekkorát, bölcsödés, óvodás, általános iskolás és gimnáziumi éveit. 18 évesen, amikor pályaválasztás elé került a sor, mi megkérdeztük tőle, hogy Balázs mi szeretnél lenni. Nagyon szépen rajzolt. Megkérdeztük tőle, hogy grafikus, reklámszakember, esetlegesen. Az ő válasza az volt, hogy én azt szeretném csinálni, amit te apád. Én az embereken szeretnék segíteni. Tehát nem volt kérdés, hogy mi lesz belőle. Úgy nőttünk fel, mint a testvérek tulajdonképpen, mert 23 éves voltam, amikor ő megszületett, és mindent úgy éltem meg vele, mint a testvérem. Minden reggel mosolyogva ébredt. Bármikor bementünk hozzá, mosolygott. Minden reggel és minden este megpuszít az anyját. Neki nem volt gics, 21 és fél évesen megpuszítani az anyját. Én akkor találkoztam vele legelőször, amikor ő még a rendészeti tanulmányait folytattam, és akkor se volt neki derogáló, hogyha oda kell ülni az idősebb rendőr mellé, akár egy éves, akár két éves rendőr mellé, és olvasni azt, hogy milyen jelentést ír, hogy éppen milyen intézkedései voltak. Balázs 2016 nyarán érkezett hozzánk a kapitányságra dolgozni, mint járőr. Egy váltásba kerültünk. Pár hónap különbséggel kezdtünk mi itt, Újpesten. És ugye a kezdésnél ugye majdnem mindenki ugye a kapun, előállítóban, meg ugye gyalogol. Úgyhogy mi rengeteget ültünk együtt az előállítóba. Sokat sétáltunk együtt központba is például. Úgyhogy így voltunk együtt szolgálatban legtöbbször. Úgyhogy vagy gyalogoltunk, vagy fogdások voltunk együtt. Tudtunk barátkozni, tudtunk baromkodni, ezt is szabad mondani. Viszont a munkaterén tényleg mindig 100%-ot hozott. Sose volt az, hogy linkeskedett, sose volt az, hogy az majd jó lesz holnapra, holnap utánra, hanem tényleg mindig 100%-ba beleállt a munkába, és amit ő csinált, abban én is 100%-ban megbíztam. Már az elején nagyon érdeklődő volt a szakma iránt. Tehát látszott rajta, hogy ő ezt szívvel, lélekkel akarja csinálni, motivált volt, szerette ezt csinálni nagyon. Hát a kollégáknak is, állampolgároknak is odajött, akkor ő szívesen odalépett, szívesen mondta, hogy segített idősebbeknek, bárkinek, aki segítséget kért tőle. Csak hogy milyen ember volt még a Bazsi. Mentek egyszer az egyik szakasztársával, a dirigetelem szem másodikosok voltak, vagy elsős volt, másodikos. És képzeljétek el, megláttak a villamos vagy a buszmegállóban egy embert, aki maga tehetetlenül fekszik. Fogták magukat, oda mentek az emberhez, látták, hogy rosszul van. Megkérdezték az embert, hogy elnézést, uram, segíthetünk-e? Vagy van-e valami baj? Mondta az ember, hogy igen, mert nagyon rosszul van. Mentőt hívtak, egy ember életét mentették meg kiderült, hogy talán infarktusa van. Tehát elkéstek az iskolából, tehát meg hívták a mentőt, meg a rendőrt, és meg is van róla az okirat, az Adilügeti szakközépiskola parancsnoka, igazgatója elismerő oklevelet is adott Mátyás Balázs Tamásnak, próbaidős rendőr őrmesternek, aki egy maga tehetetlen embernek segítséget nyújtott. Morbid a helyzet, mert aznap este nem is kellett volna dolgoznia egyiküknek se, de bármikor hívták túlórázni, soha nem mondta, hogy nem. Mint ahogy ismert a történet, egy másik bajtársuk megsegítésére indultak erősítésként, a Somogyi Norbi, ő is a barátja volt, aki erősítésként, ugye nem tudták, hogy mi történik, egyébként nem is kellett volna
menniük, segítséget nyújtani, mert pont átkísérést hajtottak volna végre, pont az újpesti ügyeleten várták az indulást. A bajba került járója pár annyit tudott a rádióban mondani, hogy segítsetek, segítsetek. Azt sem tudták, hogy milyen jellegű problémával szembesülnek a bajtársaik, mi van a bajtársaival. És a Bazsi kérdezte meg az ügyeletes tisztet, hogy mi is menjünk. És az ügyeletes tiszt mondta, hogy Bazsi, menjetek ti is. És akkor begyűltek gyorsan a kocsiba, és ugye ilyenkor, mint a hivatásos tudja, hogyha a bajtársa veszélyben van, az állampolgárért is ijednek, de amikor a bajtársa, én magamról is beszélhetek, veszélyben van, akkor nem is, akkor lemegy a roló. Csak sajnos végleg lement a roló. Tehát véletlen a helyzet, hogy neki, ők ott voltak akkor. Ugye kimentünk, ugye le volt zárva minden, ott állt egy járőrkocsi, ugye villogók, még a tűzoltók ott voltak, meg a mindenki. Na, egy olyan 50 méter vagy 30 méterre le volt zárva minden. És akkor mondom a járőrnek, mondom, legyen szíves, hívja ide a helyszínelő parancsnokot, meg az ügyészt. És akkor néz rám, mondom, hogy ki vagyok, mondom, a Mátyás Zsolt vagyok, mondom. Oda hívta, jött az ügyész, meg jött a helyszínelő parancsnok, és mondom neki, mondom, figyelj ide, ügyész úr. Én nem balhézni jöttem. Én tudom, hogy mi a törvény. Csak kísérjenek oda. Nem csinálok semmit. Szóval elsírta magát még az ügyész is, azt mondja, Mátyás úr, nem engedem oda. És különben visszagondolva jobb is, mert még a zsákba ott volt. Hát ugye gondolom, tudjátok, hogy ugye a sofőrrel, ők majdnem, ők a legjobb barátok voltak. Kivezette az autót, úgyhogy ő egy fél évi kórházban volt, már fölépült teljesen, akkor utána volt egy kicsit mentálon is, mert hát az érthető, hogy kicsit sok volt neki, mert azért csak a legjobb barátja volt, aki ott mellette ült. Az első, tehát lehetnék bosszúálló, bosszúvágyó, de ő rá nem fogok szégyent hozni, mert ő sem hozott ránk sose szégyen. És azért nem törünk meg, azért sem törünk meg, azért hoztuk létre az alapítványt is, mert az ő szellemiségét akarjuk továbbvinni. És ő rá nem hozok szégyent. Mert mai napig büszke vagyok rá. Életében is büszke voltam. Hovatában is. És ugyanúgy. Így azért szerintem a mai napig, sőt biztos vagyok vele, hogy a mai napig, amikor kiejtik a nevét, akkor az embernek összeszorul a szíve, és azt mondja, hogy fú, basszus, bárcsak ne így történt volna, bárcsak egyből felállítunk 10 olyan dolgot, ami vele elkerülhető lett volna, abban esetben nem így történt sajnos, és ezzel már együtt kell élni. Senki nem szólt úgy másikhoz szíves, mindenki úgy magába zuhant azért egy kicsit, mindenki átgondolta így a saját dolgait, hogy lehettem volna én is ott akár, mert ez úgymond bármelyikünkkel megtörténhet egy 12 óra alatt, és ez nem csak így rendőrként, hanem ez civilben is bárkivel úgy előfordul, hogy egy baleset részese, úgyhogy nem tehet róla, meg nem okozója, meg csak ő ott volt. Amikor megtörtént a baleset, igazából másnap senki se tudta ezt hova tenni, tehát nem tudta hirtelen feldolgozni az állomány, hogy mi történt, mert velünk ilyen még nem történt. És igazából csak csend volt, mindenki csak magába fordult, mindenki magába nézett, hogy mi lett volna akkor, hogyha esetleg ő van ott. Nyilván minden embernek ez az első. Majd a második dolog az, hogy ő már úgymond nem jön vissza. Minden évben a kopjafához ki szoktunk menni, koszorozunk,
Minden évben megemlékezünk Balázsról. A megemlékezések február 15-én, november 1-én, és még egyszer novemberben, amikor a szülinapja van Balázsnak, akkor szoktak történni. Február 15-én kimegyünk a Fóti Leiningenbe, ahol van a kopjafa, és ott 23:37-kor a kékfény, illetve kürt jelzi azt, hogy mi történt itt. Koszorúzások, megemlékezések, ugye morbid a helyzet, mert 23:37-kor halt meg hivatalosan a fiunk. Tavaly az idén is, és tavaly is 23:37-kor több mint 300 ember volt kint a kopjafán. Nem délután 5-kor, 23:37-kor. Foci tornát rendeznek neki a 4. kerületi kapitányságon, egy emléktornát emlékére, ami megint azt mutatja, mint annó Radovics Dusánnál, hogy ott áll mögötte a rendőrség, és aki közülünk meghal, az sose hal meg, mert mindig ott állnak majd a kollégák, ott áll majd a rendőrség mögötte is, és örökké velünk lesz. Sose fogjuk elengedni. Az újpesti őrsön a mai napig kint van a Balázsnak a fényképe a falon. Az a fénykép ez úgy néz ki, hogy ez egy arckép Balázsról, és ez az arckép ez több apróbb, kisebb képkockából áll. És minden egyes képkocka a Balázsnak az életéből egy-egy fénykép. Olyan fénykép, amelyen a barátaival, a kollégáival és olyan emberekkel van együtt, akiket szeretett. Ez a kés zsebébe volt, mikor meghalt. Ezt még én kaptam a barátomtól, és akkor meglátta a kés, azt mondja, apa, nekem adott, mondom, persze. Egy rendőrnek mindig kell kés. Biztonsági övet elvágni, akármit elvágni. És ez a zsebébe volt. Ezt én nekem mai napig minden nap a zsebemben. Így beszélhetnék a Mága úrról, ugye emlékkoncertet adott a fiunkról, a dr. Borbé Zoltánról, aki családtagjának tekint minket a mai napig. Ha Balázsról van szó, nem ismernek lehetetlent. A BRFK-ról elkezdve, Terdik úréktól, a Pap Károly tábornok úrnak nagyon sokat köszönhetünk. Én ragaszkodtunk hozzá, hogy találkozzunk a Pap tábornok úrra, és fölmentünk hozzá az irodába, ugye elmondtuk neki, hogy köszönjük szépen a rendőrség segítségét, és a pap úr, soha nem felejtjük el a szavait, azt mondta, hogy Zsolt Vali, ti nem köszöntök semmit. Mi köszönjük, hogy a fiatokat a rendőrségnek adtátok. Mátyás Balázs kiváló szakember volt és kiváló kolléga. Nem véletlenül mondták róla közvetlen vezetői és munkatársai, hogy 100%-ban beleállt a munkába. Intézkedései empatikusak voltak, emberségesek, óriási szíve volt Balázsnak, de ha kellett, ellentmondás nem tűrő módon és határozottan folytatta le intézkedéseit. Munkáját, munkájának eredményeit, illetve a munkához való hozzáállását az egész állomány elé például lehet állítani. Talpig becsületes ember és talpig becsületes rendőr volt. Tisztelt szülők! Balázs rengeteget tanult, hogy kiváló rendőr lehessen, de igazán nagyjá azzá vált, amit otthonról hozott. Egy fiú nem véletlenül mondja, hogy azt szeretném csinálni, amit te, apám. Önöktől hazaszeretetet, hűséget, becsületet tanult. A legnagyobb tisztelettel köszönöm önöknek, hogy ilyen rendőrt neveltek. Ígérem, a budapesti rendőr főkapitányság
nem felejti el Mátyás Balázs nevét, és emlékét méltóképpen megőrzi.